Köszöntöm a Sóvidék televízió nézőit! Mai adásunkban Nagy József történésszel Horti Miklós kormányzó életéről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk! Tisztelettel üdvözöllek és köszöntelek, és köszönöm, hogy újra találkozhatunk és beszélgethetünk. Köszöntöm a televízió nézőit. Amint említettem, valóban újra találkozunk, hiszen szűk fél évvel ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk. Viszont úgy gondolom, hogy igencsak érdekes témát választottunk, és éppen ezért is fontos volt, hogy újra találkozunk és beszélgethessünk, hiszen februárban, pontosabban február 9-én Horti Miklósnak a halála évfordulója van. És ennek kapcsán úgy gondolom, hogy izgalmas lenne egy kicsit beszélni az ő személyéről, életéről, pályájáról, hiszen egy rendkívül, ha mondhatom így, és ha nem, akkor javíts ki, megosztó személyiség a történelemben, hiszen nagyon sok pro és kontra, tehát nagyon sok őt dicsérő és őt elmarasztaló érv hangzik el, a Akár a társadalomban, akár gondolom, hogy a történészek részéről is, tehát hogy van két komoly párt, vagy talán több is. És hát mindenképpen erről talán érdemes lenne egy kicsit részletesebben beszélni, és akkor már el is mondtam a témát, tehát Horti Miklós élete és, és munkássága pályája. És az első kérdés rögtön az lenne, hogy egyáltalán Horti Miklós milyen családból származik, hol született, ki volt ez a történelmi személyiség? Hát felvezetésedhez még hozzátenném azt, hogy függetlenül attól, hogy Horthy Miklós milyen személyiség volt, mennyire volt önmagában mondjuk megosztó vagy nem megosztó a személye, ettől függetlenül egy olyan személy, aki hosszú történelmi perióduson keresztül különböző politikai rendszerekbe visel magas pozíciót, és ezek a politikai rendszerek adott esetben egymással szemben álló ideológiát képviselnek, szinte törvényszerűen ilyen esetben valaki megosztó lesz. Tehát ő ilyen szempontból nem egyedüli a magyar történelembe. Itt aktuálisabb az, hogy egy olyan 20. századi periódusban viselt magas pozíciókat, amelyekre ma is emlékezik a társadalom, az emberek foglalkoznak az akkori eseményekkel, és adott esetben politikai csatározások is visszautalnak erre a korszakra. De a történészek akkor tudnak hatékonyan dolgozni, a levéltárakba feltárni mindennek a történelmi hátterét, hogyha az aktuál politikai vitákkal nem foglalkoznak. Úgyhogy megpróbálom én is én most így felvázolni, mint a korszak kutatója az ő életét. Ugye milyen családból származik? 1868 ban született kenderesen, Ugye ma is a négyes gyorsorgalmi úton ott megyünk keresztül a településen, hogyha megyünk Budapestre, Nagyváradról, Erdélyből. Hogyha az akkori birtokos arisztokrácia világát nézzük, akkor egy középnemesnek, középnemesi családról beszélünk, amely azt jelenti, hogy volt a családnak úgy körülbelül 1500 hold birtoka, édesapja, idősebb Horti István, főrendi házi tag volt, azért az elég fontos pozíció volt. Az akkori kétkamarás Magyar Országgyűlés, tehát az osztrák-magyar monarchia beli Magyar Országgyűlésről beszélünk, annak a felsőháza volt a főrendi ház, és annak a tagja volt az édesanyja Halassi Paula, szintén nemesi családból származik, ugye a nemesek azért a nemesi családból házasodtak, és volt nyolc testvére, azok is igyekeztek a középnemesi státuszhoz hasonló pályákat választani, tehát ez lehetett mondjuk a vármegyei adminisztráció, vagy éppen katona tiszti pálya, és a fiatal horti gyermekkora is egy ilyen családi körbe képzelhető el a gyermekkorát, uh, meghatározta -e esetleg valami olyan esemény, amely aztán később befolyásolta mondjuk a politikai karrierjét? Ugye az arisztokrácia az nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek nevelésére, nyilvánvalóan jobban megtehette, mint az akkori egyszerű ember, aki néhány holdon vagy éppen napszámosként engedte az életét valamilyen uradalomba. Sopronban tanult például, aztán ott a gimnáziumot abba hagyta, és mivel Bátyja, Orti Béla egy kiképzésen a Fiumei Tengerészeti Akadémián balesetbe életét vesztette, ezért egyet gondolt és megpályázta úgymond a helyét a Fiumei Tengerészeti Akadémián, és megszakítva gyakorlatilag az addigi, ha úgy tetszik, életét, addigi pályafutását, abbahagyva a soproni tanulmányait, váratlanul 1882-be, beiratkozott a Fiumei Tengerészeti Akadémiára, és azt lehet mondani, hogy jól döntött, mert itt sokkal jobban otthon érezte magát a katonai pályán, és hát egészen az első világháború végéig innentől kezdve a haditengerészet határozta meg az életét. Az első világháborúig a politikai karrierje előtt gondolom főként ugye haditengerészetnél szolgált. Ezt az időszakot mi határozta meg, vagy ebből az időszakból mit érdemes kiemelni, amely aztán hatással lett a későbbi időkre? Az előmenetele az folyamatos volt a haditengerészetnél, Persze magyar állam is törekedett arra, hogy oda kerüljön be minél több magyar, mert hogy a haditengerészetnek kevésbé volt magyar jellege, mondjuk a legénység az rengeteg dalmáciai és olasz volt, a tisztikar nagy többsége német, kisebb rész szintén azokból a régiókból származó emberek, tehát kevés volt a magyar, úgyhogy ő kapott egy ilyen jellegű támogatást is, hogy ott jól haladjon a karrierje, de rendkívül ambiciózus volt, nagy sportember volt. Tehát a flottánál rende, rendezett különböző nagy sportesemények sztárja, győztese volt, tehát kitűnően lovagolt, vívott, teniszezett például többek között, és tengerész tisztként igyekezett elsajátítani. A szükség, az ottani karrierhez szükséges nyelveket is, például a horvátot, azon túl, hogy tökéletesen megtanult és beszélt németül, de emellett, főleg a külföldi útjain kapcsolatba került az, a, a brit haditengerészettel, aminek nagy csodálója volt egy életen át, és ezért megtanult angolul is. de Franciául is megtanult, úgyhogy ennyi nyelven beszélt az anyanyelve mellett, és a világ óceánjaira vagy tengereire tett különböző uh, utak uh, kicsit a világlátását is alakították. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk uh, Csendes-óceánra is járt uh, például uh, uh, többek között. A haditengerészeti karrierjében igazából politikai tapasztalatokra szert nem tett. Tehát az nem volt ugye, honnan tengeren élte az életét, 1901-ben házasodott meg például többek között, azt is az eléggé megkésve 1868-as születési évéhez képest, hanem ahol politikai tapasztalatokra is szertett, ami aztán későbbi pályája szempontjából fontos volt, azaz az 1909 és 14 közötti császári udvari szolgálata Bécsbe, hiszen ő lett az egyik fegyvernemi szártsegéde Ferenc József császár és királynak. Ez egy reprezentatív beosztás volt, viszont nek az volt a lényege, hogy betekintést nyerhetett az udvari életbe. Közelről figyelhette testközelből, hogy hogyan él Ferenc József, milyen az udvari reprezentációja. Tehát itt ilyen téren ezt aztán nagyon hasznosíthatta később ezt a tudását kormányzósága idején, és 1914-ben pedig, hogy a véget ért a szánsegédi szolgálata, akkor visszakerült a flottához. Ez viszont ott a további előmenetelében megint csak jól jött, mert azért, azért az hasznos volt a karrier szempontjából, hogy személyesen ismeri valaki a, a birodalom császárát, az első világháború elején sorhajú kapitány, tehát az megfelel a szárazszöldi hadseregbe az ezredesi rendfokozattal, és akkor a novara, a híres novara cirkáló parancsnokkaként kezdi meg a világháborús szolgálatát 1914-be. Itt is fokozatosan ível tovább a pályája, míg nem 1918. február 27-én, akkor már ellentengernagyi rendfokozatba, a császár kinevezi a hadiflotta főparancsnokává, és ez így is lesz, ugye néhány hónap egészen az 1918 őszi összeomlásig. Most említetted, hogy a császári udvarba kerül. A kérdés az lenne, mert talán ez fontos, hogy hogy került egyáltalán a császári udvarba, tehát lehet-e arról tudni, hogy mondjuk Fiuméből, ami ugye hát térben nincs olyan rendkívül messze a császári udvartól, de mégis hogy lett ő a kiválasztott vagy? Lehet-e arról tudni, hogy minek köszönhető, hogy ő a császár közvetlen közelébe került, hiszen aztán, ahogy azt megint csak említetted, ennek óriási szerepe van abban, hogy a flottánál milyen előmenetele és mennyire gyors előmenetele van, és aztán később ugye az egész karrierét ez valószínűleg óriási vagy legalábbis hangsúlyos módon befolyásolta? Általában egy nagyon megnyerő modorú, jó kommunikációs készségekkel bíró ember volt, és jó megjelenésű, kitülő, kitűnő sportember is, arisztokrata is, tehát gyakorlatilag minden olyan tulajdonsága megvolt, ami a birodalomba tetszetősítette. A birodalmi elithez való tartozás szempontjából, és amikor már ismerté vált, főleg az első világháború alatt, akkor már egy olyan személyé vált a haditengerészetnél, aki, aki mint magyar ember, akire, mint magyar emberre adott esetben számított a magyar állam. Tehát ő kapott egy erőteljesebb támogatást, pont ebből a célból is, amit már említettem, hogy magyarok kerüljenek minél magasabb pozícióba a hadiflottálán is, hogy, hogy a magyar állam is, vagy Magyarország, a magyarországi lakosság is a flottát érezze a magáénak. Mert azért ugye, gondoljunk bele, 1867-es kiegyezés után a, a császár és királyi hadsereg azért az közös maradt és akkor ugye ott volt 48 emlékes, és akkor szerette volna a magyar állam, hogy ezekben az intézményekben a magyarság érezze magát jobban otthon, és ő, ő erre egy kitűnően alkalmas személy volt, aki közben az is igaz, hogy annyira elnémetesedett a, ott ezekben az intézményekben, mert a nap 90%-ában németül beszélt, hogy 1918-ban, amikor hazajött, akkor sokan megegyezték, hogy akcentussal beszéli a magyar nyelvet, de hát ez, ez benne volt, ez, 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 ugyanígy volt ezzel Blénesi Sándor táborszernagy is, aki Gyergyó Miklósiként a monarchia műszaki főparancsnoka volt az első világháborúban, tehát hogy ugye ez, ezen is szoktak vitázni, hogy ez most igaz vagy nem, de hát ez egy természetes dolog, hogy 1882-től 18-ig egyfolytában ebbe a közegbe élt és mozgott. De hát a szártsegédi beosztás után ott már egyértelműen bírta a császár szimpátiáját, és ez döntő volt kinevezésében is, tehát a flotta parancsrokává való kinevezésében, úgyhogy nem ő volt a rangidős, több tengernagyot megelőzött így gyakorlatilag, volt is ebből ilyen irítség feléje, de a császár bízott benne, és elsősorban ezért döntöttek az ő személye, mellett, meg hát azelőtt is volt egy már az első világháború második felébe, az utolsó egy-két évben ilyen matrózlázadások, ugye a híres Katarói öbölbe a matrózlázadás, amit levernek, amúgy nem ő veri le, mert ő nem töltött be parancsnoki beosztást, de ezekben az időkben is ő keménykezően helytált, és ez is számított, hogy rendet tud tartani, és megbízható parancsnok és a korábbi császári kapcsolataival együtt mindez szintén közrejátszott abban, hogy ő lett a flotta főparancsroka. 1918 után viszont minden átalakul. Mi történt Horthy Miklóssal, mi történt a flottával, milyen szerepe volt, hogyan alakult az élete, illetve a politikai karrierje? Valószínűleg életének egyik legtragikusabb pillanatait élhette át, mint bárki más az osztrák-magyar monarchiába, főleg aki magas intézményvezetői pozíciót töltött be 1918 őszén. 18. októberébe, ugye október 31-én tör ki az úgynevezett őszírózsás forradalom Budapesten, de mindenhol forradalmi mozgalmak vannak, szétesik az osztrák-magyar állam, a frontokról százezrével hazaözönlenek a a szétesett osztrák-magyar hadsereg katonái, tehát egy totális összeomlás és zűrzavar közepette. Kikötőkbe visszahúzódott osztrák-magyar hadiflotta, körbevéve az olasz és az angol flottával, várta a parancsot, hogy Bécsből valamit mondjanak, hogy ők, ők mit kell csináljanak, és azt a parancsot kapták a győztes antant hatalmak nyomására, hogy az osztrák-magyar hadiflottát teljes hajóállományával együtt át kell adni az akkor megalakuló délszláv nemzeti tanácsnak, amiből létrejött a szerb horvát szlovén királyság. Ugye a későbbi Jugoszlávia, 1926-ig szerb horvát szlovén királyság, 26-tól nevezzük Jugoszláviának. És a Dél-Szláv Nemzeti tanácsa kikötőbe ünnepélyesen átvette a hajókat. Horti Miklósék a, az osztrák-magyar flotta zászlóját levonták az árbócokról, és le, a, a, legénység egy része, és a nem délszláv utódállamhoz tartozó e, tisztek, meg magasrangú e, katonai vezetők, akik a flottánál szolgáltak, azok gyakorlatilag elhagyták a hajókat, felültek a vonatra és hazamentek. Horti Miklós is hazaérkezett Magyarországra, gyakorlatilag zsebre dugott kézzel a flottától. E, nagyon drámai pillanat volt a flotta átadása. E, például nem tudták, hogy e, mi lesz e, a, mivel lesz a hajókkal, hogyha le, a legénység, mi van, ha az olaszok minden a... Ugye körbevették a flottát, nekik jól is jött volna, mert ők se tudták, hogy itt most mi fog történni. Horti megpróbálja rávenni az egyetlen horvát származású magasrangú beosztottját, e, Vukic, e, e, Hát ő még nem volt tenger, nagy, alacsonyabb rendfokozatban volt, de ez az ember fölmegy a zászlós hajóra, és akkor éppen elsüjezti elsülyezti a hajót az ellenség, és oda vesz a hullámokba, úgyhogy próbál közben... Át se veszi lényegében a flottát. Tehát egy, egy horvát származású beosztottját próbálja rávenni, hogy maradjon itt, hogy egyáltalán valaki legyen, aki kormányozza a flottát. És, és ez így is lesz, mert a délszláv állam nem tud mit kezdeni a flottával. A két világháború között leszerelik, és e, e, jó részét eladják, sőt, még a francia flotta is vesz hajókat, és van olyan osztrák-magyar hadiajók, ami a második világháborús francia flotta tragédiába süllyed el, amikor nem akarják átadni Észak-Afrikába a franciák a flottát a németeknek. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes utóélete van a hajóknak. A legerősebb és legnagyobb csatahajó a Szent István csatahajó volt. Ugye azt az első világháború elején bocsátják vízre, és Szent István királyról kapja a nevét, mivel a többinek mind ilyen osztrák hercegek, Mária teréző, meg nem tudom milyen neveik vannak, ezért kéri a Magyar Állam, hogy akkor ez a csatahajó ez Szent István nevét kapja, és ez 18 nyarán süllyed el az Adriai-tengeren, Adria torpedó találat éri egy, egy egész kicsi olasz hadihajótól. Úgyhogy a flotta az gyakorlatilag megszűnik abba a formában létezni 18 után, hogy 18 előtt a Dészláv államnak nincs meg a gazdasági háttere az, hogy fenntartson egy ilyen hadiflottát. Horti Miklós hazatér, a Sömbruni kastélyba 1918. november 8-án fogadja negyedik Károly császár és király, negyedik Károly császár és király, ugye Ausztria császár a Magyarország utolsó királya, és jelentést tesz, hogy a flottát átadta a délszláv államnak, ez egy nagyon tragikus pillanat, szinte sírva teszi meg a jelentését, ugye akkor már ott a birodalom össze van dőlve, és onnan hazautazik Kenderesi birtokára, és mindenféle közszerepléstől visszavonul 50 évesen, és úgy is éli meg talán, hogy a pályája bevégeztetett, hiszen vége a flottának, amiért élt. Mi történik ezután, hiszen, ha nem tévedek, akkor 1919-ben a tanácsköztársaság ellen szervezkedő politikai elit őt választja a hadügyek képviselőjévé, illetve irányítójává. Igaz ez? Hát ez fokozatosan ment végbe, ugye amikor 1919. március 21 után megbukik a Kárvé kormány és hatalomra jut a kumbéla féle kommunista vezetés, ezt szokták nevezni tanácsköztársaságnak. Hát ez nem igazán volt köztársaság, ez egy kommunista elitáltal vezetett kőkemény diktatúra volt. És ekközben ugye végbe ment az ország felosztása is, ugye közben zajlott a békekonferencia Párizsba, tehát a lehető legrosszabbgor mentek végbe ezek a folyamatok. És ahogy főleg 19 nyarán háborúkba keveredett ugye Romániával, Csehszlovákiával a tanácsköztársaság hadserege, vereséget szenvedtek, tehát egy totális káosz uralta Magyarországot, és ebben a helyzetben a régi konzervatív elit újjá szervezte magát, és ilyen ellenforradalmi kormányok jöttek létre, meg Bécsbe is a híres erdélyi Betlen István politikus ilyen antibolsevista komitét szervezett, hogy, hogy gyűjtse maga köré azokat, akikkel új életet lehet kezdeni a, a tanácsköztársaság bukása után, és a Szegeden megalakuló ellenkormány kormány keres egy olyan szemét a, a hadügyminiszteri beosztásba, aki elérhető, ha gondoljunk bele, a Félország minden irányból meg van szállva, sokszor azt se tudják, hogy egy-egy volt osztrák-magyar tábornok, merre van. Ráadásul valahogy volt egy még mindig egy nagyon erős, Negatív felhang az osztrák-magyar hadsereg felé, hogy végletekig harcolt, összeomlott, tehát egy gyűlölet volt a tábornokok felé is. És ő ő ebben nem tartozott belé, mert hogy ő haditengerészetnél szolgált ráadásul, volt ez a híres otrantói tengeri blokád áttörése 17-be, amit az egész országos sajtó közölt, és akkor ő ebből neki volt egy pozitív tőkéje, nem volt úgymond lejáratva, mint a szárazföldi tábornokok, akik elvesztették úgymond a... A háborút, ő, 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 ő el is mondta, hogy ő, ő a flottával éppen megérte a világháború végét, miközben máshol mindenhol odaveszett mindent, tehát ő, ő ebből tudott egy pozitív tőkét építeni, ráadásul Szegedhez képest ugye, a kenderesi birtokán elérhető volt. Ilyen egyszerű véletlenek is számítottak. Lehet, hogy valaki Bécsbe, vagy akárhol volt egy másik magyar származású tábornok, meg aztán az nehéz is volt szétszedni azt az osztrák-magyar katonai elitet, ott annyira sajátos identitások voltak a császári udvarban, hogy magyar nevű, de németül beszél, stb. stb. És... Hát, sok ilyen asszimiláns ember is volt, akik, akikbe szintén nem bíztak, vagy ők maguk nem éreztek ehhez kötődést, hogy most, hogy most egy ilyen ellenforradalmi kormányba szerepet vállaljanak, és ő májusától, 19 májusától már elkezd szerepet vállalni. Maga körül ott Szegeden kialakul egy ilyen csoport, főleg tiszti különítmények alakulnak, ott rengeteg tiszt menekül oda, akik szembefordulnak a tanácsköztársasággal, és kora ősszel, ahogy a tanácsköztársaság megbukik, ugye augusztus esélyre megbukik, augusztusba folyamatosan áttelepednek a Dunántúra, és ott elkezdik megtisztítani a kommunista diktatúra államszervezetének a maradványaitól a területeket. Ekkor lesz az, hogy fehér lovat adnak alá, hogy úgy vonuljon be településekre, hogy az emberek érezzék, hogy na mostantól lezárjuk ezt az űrzavart, más világ fog következni, rendet fogunk tenni, sajnos nagyon súlyos tömeggyilkosságokra kerül sor, a 1500-2000-re teszik a halálos áldozatok számát, tehát azt jelenti, hogy bemennek a tiszti különítményesek a településekre, hogy vadásszák le a kommunistákat, és akasztások vannak, kivégzések vannak, ezt mindmáig Horti Miklós fejéhez vágják, mert azt mondják, hogy ő volt a nemzeti hadsereg főparancsnoka, és közvetve ezért felelős, annak ellenére, hogy egyetlen parancsot se adott ki, ahol mondjuk tömeggyilkosságra bíztatná a tiszti különítményeseit. Azt mondják, akik ezt kutatják, hogy ő azért lehetett itt nehéz helyzetben, mert hogyha nem is rendelt el kivégzéseket személyesen, valószínűleg az összesről kellett tudjon, mert aki elkövette, az mindenki a beosztottja volt, és az lehetetlen, hogy ne tudja ráadásul ezreket gyilkolnak meg, tehát nem egy-két esetről van szó. Viszont összességében az elején, ameddig még nem volt egy szervezett hadsereg a vezetése alatt, nem volt más, akire számítson, csak ezek a tiszti különítményesek csoportjai voltak valamennyire szervezettek. és tudta, hogy ha ezeket eltaszítja magától, akkor nem fogja tudni megkezdeni a haderő szervezését. Igaz, hogy a 20-as évek elejére, amikor már rendeződnek a körülmények, akkor ezeket a tiszti különítményeseket, akkor elég zűrzavaros Kegyetlen figurák voltak, a híres Prónai Pál, gyura, meg ilyen fi, figurákról van szó, szóval ezek ismertek a magyar történelembe a tetteikről. Ezeket eltávolítja maga mellől az első adandó alkalommal a 20-as évek elején, tehát szakít ezzel a csapattal, mert rá is ezek rossz fényt vetnek. Ugye az emlékezet ezt nevezi fehér terrornak, és Horthy Miklós tevékenységének szempontjából egyik legvitatottabb kérdés is. De hát mondom, nem vagyok 1919-20 kutatója, hogy pálcát törjek e feled, de a kutatóknak nagyjából ez az egybehangzó véleménye, hogy nem ő adta ki a parancsokat, de közvetve felelős, mert ő volt a nemzeti hadsereg főparancsnoka. És uh, uh, lényegében ezek az emberei legitimálták az ő hatalmát. Persze azt is hozzá kell tenni mentségére, hogy az emberek telve voltak gyűlölettel. Tehát kumbélát és diktatúráját meg is akarták bosszulni, csak valószínűleg az lett volna normális, hogyha mondjuk például letartóztatják a kommunista vezetőket, és később békeidőben szabályosan bíróság elállítják, mert hogy volt egy vörös terror is, ahol szintén embereket gyilkoltak meg. Ott olyan 600-ra teszik az áldozatokat a Tanácsköztársaság diktatúrája alatt. Tehát nyilvánvaló, hogy mindkét esetben sok ember bíróság elé lehetett volna állítani, csak nem úgy, hogy különítményesek bemennek, s lelövöldöznek mindenkit egy faluba, és biza az áldozatoknak egy tekintés része teljesen ártatlan ember volt. Ugye ez volt ezzel a a nagy probléma. De a lényeg az, hogy meg tudja szilárdítani a hatalmát, a Dunán túlon abszolút kezébe ragadja minden szempontból a hatalmat, olyannyira, hogy 19 őszén, november 16-án ünnepélyes keretek között bevonul a románok által kiürített Budapestre, ugye a román királyi hadsereg visszavonul, és bevonul a kiürített Budapestre, akkor mondja el a híres beszédét, hogy vörös rongyokba öltözött Budapest, ugye ott volt a tanácsköztársaság központja, ott volt a legnagyobb támogatottsága, és ez annyira megalapozza a hatalmát, hogy innentől kezdve egyenes út vezet ahhoz, hogy 20 március 1-én Magyarország kormányzójává választják. Lassan a műsoridőnknek a végéhez közeledünk. De hadd kérdezzem akkor meg, mint egy végkövetkeztetésként, hiszen a Más szemmel című műsorunkban éppen ez a cél, hogy egy picit más szemmel láttassunk bizonyos témákat, vagy éppen személyiségeket. Tehát tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy egy ilyen hosszú életű politikus gyakorlatilag az életének feléig, 50 éves koráig a haditengerészetnél szolgál, és egy teljesen más életet él, mint amit elkezd politikusként élni 50 év után, 50 év felett, de már a politikai karrierje első éveiben ilyen megosztott személyiséggé válik? Tehát ő igazából a 18 utáni tevékenysége miatt válik megosztottó személyiségbe. A legelső téma pont ez a 19-es szereplése. Tehát ezekben nagyon jól látszik, hogy óriási tekintét szerez magának azzal, hogy tényleg a, az űrzavarba képes volt egy haderőt megszervezni, és az ideiglenes kormányok, akik szintén a politikai pozícióikat szerették volna megszilárdítani, első számú támogatót láttak benne, hogy katonai vonalon is rendeződik a helyzet. És a, a nemzetközi viszonyok is kedveztek neki, mert úgy vették, hogy na vége itt a a kumbéláik féle zűrzavarnak, a régi konzervatív elitnek itt van egy ilyen képviselője, az angol flottán keresztül is például brit kapcsolatai voltak, és például Nagy-Britannia is első számú támogatója volt, hogy, hogy ő jusson 20 elején hatalomra, úgyhogy kedveztek neki a, a körülmények, csak innentől kezdve életének sok problematikus döntése megy végbe, mert hogy pont ez a probléma, hogy ez az ember ennek politikai tapasztalata addig nem volt. És olyan súlyos történelmi helyzetekbe vezeti Magyarországot, amiről nyilvánvalóan ő nem tehetett, hogy, hogy egyszerűen nem volt meg az a képzettsége, az a felkészültsége, az az államférfiúi képessége, hogy megfelelő döntéseket tudjon hozni. Erről az időszakról fogunk beszélgetni a következő műsorunkban. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és beszélgethettünk. Köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő héten is, amikor folytatni fogjuk beszélgetésünket. Viszontlátásra!